Bennünk van. Te benned is ott van. És te benned is.
igaz! Elsegítje a szerint! A miénk felnyitott arra! Igen! Először ott verdesett az ablakára. Nem akarta kivetni magát! Dehogy is, szállni készült! Aztán láttam is szárnyalni, Gori égcsőre csörök! Eljjel is láttam! Betty, kelj föl, bár nem hallod! Na, megint mondtam, hogy mit hiába. És a nem!
mennyire úgy nézted, amikor Merci levetett a lukat. Na, Suzi volt az első! Nem mondtad, a budiát kivette! A budiát kivette! Régen már! Te is! Ő is, ő is! Nem tagadom, hogy én is. Ti táncoltatok pucéran! Azért én is láttam a melled. Hogy mondhatsz ilyet? Láttam, Nili. Akkor gomboltak ki a blúzod, amikor a tiszteletes megre... Ti miért is ittatok még meg? Ti is! Közeledni.
látod, most is kipánc. Láttam, hogy akkor el is. Teszem a lábam a tanyáról. Nem adhatom az álmaimat. Lesen a csukott ajtók, amelyikre jössz be. Nem fogom. Az éjjel és a vágyat odavult az ablakomhoz. Lenéztem és ott voltál. Tudtam már 6 fontot szavaztunk meg a tüzelőre! Az én állagosságom kevés ahhoz.
tűzifát nézzék, hagyják! Akkor meg hadd kevés maga, még a templomot is a nevére iratnám! Miért fordul itt mindenki ellene? Én népen nem lehet ilyen! A pap az Istenemben a nyúl a közöttek! Nem lehet csak így lepropolni! Nem bizony! Vagy engedelmeskedtek, vagy a pokol kénykömes tüzében ég el az egyház! Mondom én! Ezt üzenem a híveinek! A híveinek? Itt összeesküvés van! Nem vagyok én, falszes! Biztosan megjegyszegények! Tituba! Tituba! Tudja, hogy mit van? Tituba!
amióta nálam szolgált, felvette a keresztséget. Ez a Tituba? Mi? Na mit tud? Mit tudna más, mint amit mi is tudunk, ugye? Vagy tenné. Vagy tenné, asszony. Ha valamiről tudomása van, ami fontos lehet, az ügybe kérem, mondja el. Azokat a praktikákat ő csinált. Milyen praktikákat? Öt? Hallottak az ítéletet! Megint majd neki a tiszteletes. Miből gondolja? Én küldtem hozzá a kétit. Te? Igen, én. Hogy képzel el anyukám? Tudja meg. Kivette meg az ő kis testvétjét. Mit tettél ennek? Az én lelkem rá, te Rebeka! Nem a tiéd! Hát lehet az, hogy egy embernek három gyereke halljon meg. Csak úgy! Egy napos korában! Három szülés. Három hal. Igen! De holtak a tiéd, akkor is veszedelmes dolog! Sőt! Ne ennek a könyvem! Ennek segítem meg! Eligazodni a bajban, ugye? Hogy lehet? Csak ülj már meg! Ja, igen, bocsánat! Bocsánat. Igen. De mégis, mit olvasik előre, tiszteletes úr? Tudsz! Bocsánat, igen. Itt áll benne vesztelenül a sátán a maga fertelmes valóságában. Itt vannak a kísértők, lidércek, földi, légi, vízi szellemek, éjszakai és nappali lény. És a boszorkányok! Ez a könyv mérlegre teszi az egész láthatatlan világot! Egészen egy könyvbe! Ne féljenek! Az ördög ügyet uralkodott közé, én megragadom és szétütöm a fejét! Látjátok, híveim! Jó kezekben vagyok! De ugye nem fog neki fájdalmat okozni. Valóban megszállt a nyomott szellem. Akkor tépni! Tépni! Törni! Törni! Szakadni! Szakadni! Kell! Kell! Úgy! Hajlok én! Akkor én inkább elmegyek. Most, amikor felnyitjuk a kenyes sebet. Imádkozni fogok érte. Rendben! Nem azt mondja, hogy tév úton járunk? Szeretné hinni, hogy nem. Folytas! Már jó, menj csak még kicsit. Jó van, Charles, kifárom. Jó, menj. Tiszteletes uram, amíg azt megmondom. Majd később, Charles. Ha megmondaná, mi lehet azokban a könyvekben? Milyen könyvekben? Hát én azt nem tudom, hogy milyen lehet. Mert elhúgja előre. Kicsoda? Márta, a feleség. A harmadik feleségedek a harmadik. Éjszakánként is a könyveket fújja. Majd még beszélünk. De már aludni sem tudok tőle, a múltok úgy felbosszantott, hogy az imádság sem jött a számára. De a végén mégiscsak eszébe jutott, vagy de? Igen, ahogy letette végre azt a könyvet. Na jó, hát ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ördögre. De én nem mondom, hogy általános könyvek azok. De hát akkor miért nem felel a kérdezet? Na, mit szól hozzá? Charles! Tiszteletes úr, nem ezért jött ide? Nem! Jó, akkor már itt sem vagy. Na, húzom át, na! Buta emberes! Most pedig figyeljenek, figyeljen. Ha az ördög csak ugyan befészkelte magát a gyermekbe, akkor szörnyűséges csodákat lesznek. Na Istenem! Úgy lehet itt ördög? Hogy rontotta meg az ő tisztességes házamat? Könnyű zsákmány lenne neki egy romlott lélek. A legjobbakra veti ki a hálóját! Álljanak körbe! Én szeretnék mindent feljegyezni, lehet? Lehet! Hát nem úr! Igen? Fogja le a kisváta megint repülni! Jaj, nem! Tomlóban! Csak fogd le, hogyha kell! Menni, Penis! Hallod, amit mondom? Ülj fel! Na, ülj fel szépen! Tél vagyok az eredeti
mintha láttam volna ott egy kondét. Jó benne. Csak leves. Korsó, vagy mást is belefőztetek. Pókot? Egeret? Békát? Mit a mozgott volna benne valami? A mozgott akkor is, hogy beleugrott. Itt adtuk abban a füzetből? Nem, egy cseppet sem. Ez a kislány meg, ha az kerek! Itt tagadnom meg, ti kejfel! Te hallod, hogy ördögöt idézni, akkor élek! Ördögöt élek! Imáns! Nem, ti tuba nézte meg! Én csak azt kérdezem! Csodjon innen! Szóval az a ti tuba! Hozzák ide! Helyik! Látni akarom a többi lányt is! Ti elszegődtetek, azt el nem szemek! Én hol áll vagyok! Én nem szegő szemem! Ömlik vele! Tettik is ömlite vele! Eti! Vértudatot vele! Tél? A kislányai vérét! És akkor én azt felelem az ördögnek. Adott nevedet!
ördög társaságában, Gudnér! Szállát húzom! Azt a szégyentelen csavargók! És ott látom az ördög társaságában, az bornasszonyság! Tudtam! Háromszor is, már várnak azt mondni! Hát hogy képzelek, hogy előzik? És a kisportatáim van tehetettők meg a kezében! Talán fituba! Nevezd meg mindegyiket! És láttam! Hogy akarok! Meg akarok nyitni a szívet! Láttam az ördögöt! Látszoltam is vele! Leírtam a nevem a könyvébe! De is te azt akarok tenni! Az ön fényessége világosítsa meg engem! Láttam Szárágúdot az ördögöt! Végezni akartam a vetéssel. Már esti. Azt hittem Szállembe mentél. Miért mentem volna? Semmi dolgom Szállembe. Vagyok el. Tudom, hogy nem.
lesz a termés. Megveszem Jacobinus szűrjét. Ahogy gondolom. Nem örülnek? Örülnék, persze. Szeretnék a kedvedre. Elhiszem, Méri bement a faluba. Én hagytad. Hallottad, hogy megtiltottam neki. Nem lehetett vissza rá. Azt mondja, 14-en már tömött meg vannak. Valóban beszél? Azt mondja, fel is akaszthatják őket. Akasztani az nálunk nem divat. Ki mondták ezt? Aki nem val, kötelek kap. Ez egész faluban van ez. Akire a lányok sivalgodnak, azt már viszik. Azt mondja, Abigail előtt úgy válik szétlanít, mint a Vöröstenger Mózes előtt. Hogyan bár? Mondd el neki, John, hogy csak komédia az egész. Ah, csak komédiázom. Tudniuk kell, mit mondott neked az a lány. Hogy nincs itt semmiféle boszorkányság. Mert ezt mondod, ugye? Ezt. Nem veheted a lelkedre, hogy ártatlanokat vádolják. Hogy értek neki? Menj el Chiverhez. Most ő a jegyző. Még meggondolom a dolgot. Nem. Mondom, hogy még meggondolom! Sokat kellett ott ülnöm. Közben csináltam. Köszönöm.
asszony többet beletett. Nem 17-et. Most már 19-et. Azból mi asszonyt a bábát fölakasztják. Látod? Fölakasztják? De szerákudott, nem kötik fel, mert ő bevallott mindent. Mi kéne minden? Ránk jutja a gonosz lelkét. De tévedsz még. Morvogott a foga között. Na is. Azt mondta, hogy csak a parancsolatokat soroltad, de egyet se tudott a tízből, amikor rákérdeztek. Attól még. Az az asszony. Az majdnem megfojtott minket ott a törvény szín előtt. Meg is érdemeltétek volna ártatlan asszonyokat. Kötélre jöttem. Másért kellene beszélnie vele, mikor én megtettem a felesége életét. Mi beszélsz? Engem is várod. Szóba került. De én tanúsítottam, hogy ebben a házban semmi elég nem láttam boszorkánságnak. És erre akarták. Kivágott. Azt nem mondhatom meg. Tiltja a törvény! Mindjárt olyan történt, hogy... Menj lefeküdni! Nem megyek! Akkor megyek, ha akarok! Nem vagyok már gyerek! Akkor virrasz! Nem virraszok. Fáradt vagyok, aludni akarok. Hát akkor jó éjszakát! Egész télen betegeskedett. 17 hónapban mindössze 16-szor ment el. Én Paris tiszteletes nem szenvedhetem. Ami ő rajta ragyog, az nem az isteni előadás fénye. Mire gondolunk? Nem mondd egy papunk!
apa ki annyi követett volna a közösségből. Amióta betette közénk a lábát, egyéből sem prédikál, mint az aranygyertyatartókról. Oda is könyörögte végül, a könyöke mellé. Az urasztalás. Az. Én napestig túrom a földet, de már az égre sem emelhetem. A tekintet emelhetem, káprázkodja a csillogás a szemem. Nos, úgy tudom, három gyermekük van. Három, igen. Három fiú. De csak kettőnek a nevét olvasom a keresztényi anyakönyvben. Perész tiszteletes, ne tegye rá a kezét az én gyermekemre, még a Szent Keresztségben sem. Lehet, hogy keményen ítélik meg a tiszteletes, de hitünkben sohasem igazoztam. Én szegettem fel a zsinnyeit a templomra, az ajtót is kicsettem rá! Na, hát ez minden esetre jó jel. Mivel látom? Mivel gyanúsít minket? Csillapodjon! Elizabeth ányom ismered a parancsolatokat? Keresztény asszony vagyok, hogy ne ismerni. És doktor gazda? Én is tudom. Akkor? Csinálj magadnak karagót képet. Igen. Ne mondj azt, hogy igen. Igen. Az ugori nevét hiába szárra nevet. Igen. Ne legyenek idegen isteneid én előttem. Igen. Megemlékezel a szombatnapról és megszenteljel azt. Igen. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyság. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ez már a paráználkodás. Az! Látja, a ketten együtt győzünk. Ez csak kettőbe járó mi. Ami erős várunk, ne becsüljön le rajta egyetlenre pedig. Lehet, hogy a szavunk bizonytalan, de a hitünk nem. Kérdezze az írásról, meg! Sosem tagadta az írást, ezzel nem vádolhatja! Nem vádolja! John! John! Elfogták a feleségemet! És Rebekát is! Elfogték! Ez képtelenség! Ez
az a felkapaszkodott tanult, csívő meg térke. Öltötte a kocsiját. És büntesse meg azokat, akik ezt tett. Tiszteletes úr, ez nem hagyhatja! Erről én nem tudtam. Nem tudtam. Kikerült közelem, Istenet! Mit hallgatod? Kikerült ez? Tendelem! Istenet! Egy szerelek, ha? Ő volt a közösség! Hírek! 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 Mi a vár? Gyilkossággal vádolják. Azt mondták, Rebeka okozta Pátem gyerekek halálát. Mi van, aki ezzel hiszi? Gyilkosság elé állítja. Hogy lenne gyerekgyilkos egy ilyen asszony? A sátán is kedves volt Isten előtt mennyben. Még egy órával a mutás előtt. Valója van itt? A bíróság képvisele kimet? Igen, tiszteletem. Ezért pokolra jussz, hallod-e? Engem nem ellentegezni! Nem ette, szerencsétlenek! Csak azt teszem, amit a törvény parancsol. Megengedi. Itt az írás. Feleségére promptolt. Azt mondta, hogy ne vállalják! Ne értesültek volna. 16-ot kapta ma estére. Az övé is. Már és ki váltotta meg? Ki merészelte? Ki? Abigail Williams. Ő volt. És hol a bizonyíték? Úgy rendelték, hogy kutassam át a házat. Jobb, ha maguktól előadják azokat a bábukat. És ez? Ez nem bábú? Ez Méri. Ma hozta. Ide adná. Itt van! Egy tű! Nézze, ugyebár látja! Na és ezt nem lesz könnyű a feleségének kimagyarázni! De mit? Ezzel a tűvel sebezte meg Abigail Williams! Hát mikor és hogy? Ma történt, mindenki látta. Williams lány egyszer csak sikoltva a földre hullott, és egy tű újnyi mélyen fúrodott a hasába. Az a lány képes arra, hogy magába szúrja! Eskü alatt hallotta, hogy a maga felesége dött a hasába! És erre itt találom a bábút! És itt találom benne a tű, lehet, hogy de már itt találom! Miért mondd el, hogy ki ez a bábút? Micsoda bábút? Hát az, amit ma este hoztál. Ne befolyásolják a tanút! Hogy került ide ez a bábút? Én csináltam a törvényszéken, és este proktolni asszonynak adtam. Hát látják! Kidöfte belé a tűt? Én. Igen, én. Haja? Valaki? Ugyebár kitanított téged, hogy mit mondj? Tudom én, mit beszélek. Kérdezze meg Ebit, ott ült mellettem, amikor csináltam. Az a lány, az a gyilkos, meg kell tőle szabadítani a világot! Hallották? Hallották? Hallotta, meg kell szabadítani tőle a világot! Köszön! Erik, maga is hallotta? Akkor tegye a dolgát! Hozzá nevet, Juli! Visszapadok a képem azokat a papírokat! Nem hallod? Visszapadok! Visszapadok! Maga is mehet velünk! Ártatlan akkor nem lesz ma! Hogy ártatlan nem? És azért kérdezi meg, hogy Ebigail ártatlan-e? Aki változkodik, az mindjárt szent! Itt a ma született várán! Tudom én, hogy mit pusztít Szállemben! A bosszú állás! Olcsó kis hajrán kaparított a kezünkbe a törvény! De itt nem dobom oda a feleségem a bosszú! Szóval! Nem látod a hiába! Nem, az Istenemre nem! Kondúr, el sem mondd, nem tess! Hogy ne, hogy Ebigail! Törvények nem szegülhetek ellen. Velük kell mennem. Elizabeth! Még. Reggelre van tegyék. Délután tagazdák. Segíts a gazdádnak. John, ne rémizd meg a gyerekeket. Hazahozlak! Mondd nekik, hogy beteghez.
jó lesz. Csak te vigyázz magadra. Elég lesz már. Erik! Ne merj hozzá nyúlni! Nem tettek róla ez a parancs! Nem tihetitek el! Hozzák már! Piszkos az emberek! Eszében keserítnek! Akkor holnap! Holnap. De holnap belemész a törvényszékbe. Mindent elmondasz. Én nem mondhatom Abigailre, hogy gyilkos! De mennyire, hogy mondhatom. Thank you.
látszottam. Menjünk. Rebecca nurse? Rebecca. Súlyosabbát. A legsúlyosabb. Megölte a gyerekeimet! Mikor rájöttek a világra szegényként? Attól még megmaradhatok! Újra! Attól még megmaradhatok! Már le! Isten nem úgy rendel. Hogy a sátán? Azzal vádoljuk, hogy a sátán a szövetségben halált bocsájtott a kisdedekre. Miért tettem volna? Rebecca, ott sem volt! Nem megint magának elmondtam! Nem rontotta volna, tényleg is! Bocsánat! Bocsánat!
Tudjuk, hogy a bába kezére játszotta őket, ki mindhárom csecsenőt megfojtotta. Szegény kis áltatlan! Ez a gyerekeket sem kíméli, hagyjatok! Ezt mondta Osborné. Tagadásával bizonyította, hogy ő is szolgálta a sátán. Ne kövesse a példáját, Rebeka! Saját lelkiismeretemet követem. Jobban teszi, ha valkülön a magára is mi tovább? Azt hiszi, megúszhatja mi! Lódni fog szereg anyám! Hallgassam el ezt, nem tűnik! Gyerek, hallgassam! Tehát, bevallja le, hogy szövetségre lépett a sátán. El is kell bevallanom. Elítélnek. Még erősre. Rob, jöjjön közelebb. Kötelességem figyelmeztetni, hogy ez az utolsó lehetős. Felesleges, főbíró. Írja alá az ítélet. Akkor tehát a szellemi bíróság nevében Rebeka nőszasszony köti általi halálra ítélt. Nincs is feleségem! Elhát, ezek megálltak! És szembeszállt a hatósággal, meg Giles Corey!
ezen a tárgyaláson én mindent láttam. Volt, akit szellemkezek folytogatni. Úgy van! Volt, akiben tűt szúrta. Úgy van! Semmi okom tehát feltételező, mindez csak csalás és állítás. És miért gondolja, uram? Makulátum hírja asszonyokról, hogy egyszer csak a gonoszhoz pártoltak. Káin is makulátlan volt. Mégis megölte Ábel. Ábel, uram! Igen, csak ide. Igen. Az a nő, akiről ma kiderült, hogy... Szóval az a felesége? Igen. A John Proctor felesége? Elizabeth Proctor, igen. Hát akkor minden rendben van. Minden rendben. Üljön már le, tisztelt. Igen. És mi van? Mi van? Minden rendben. Igen. 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 John Proctor. Tudja, hogy a felesége áldott állapotban van? Sem más az igazság. Akkor hát azt kell mindjük, hogy mégis valami más a szándék. Nem hagyhatom cserben a barátaimat. Tessék, itt van ez az írás. 91-en tanúsítják, hogy a felségem Rebeka Nőz Márta Kori és mind a többiek. Tisztességes, erkölcsös, keresztény hitűben erős asszonyok. 91-en. Nem is tudsz, ez támadás a bíróság. Állam érdeket is támadás. Be kell idézni mind a 90-et. Ugyan! Aláíróknak szavamat adtam, hogy nem esik bántódásuk. Majd hoztuk rájuk! Azoknak az embereknek tiszta lelkiismereten nincs mitől tartani. Nincs, elviszik őket. Azt Proctor úr is megértheti, hogy aki nincs a bíróság mellett, az szükségképpen ellene van, nincs középút. Minden jó keresztény örül a bíróság üdvösténkedésének. Csak ezek hárman akadékoskodnak itt. Jó emberek, értsék már meg, hogy vége azoknak az időknek, amikor a gonosz elrejtőzhetett a jók között. Isten kegyelméből vége a homálynak. Beköszöntött a világosság, amelybe könnyű felismerni a sátán ocsmány ábrázat. Halleluja! Adja már ide azt a listát. Kezeskedik. Értsem meg, jó-e, a csomag. Akárhogy is lesz, meg kell próbálni. Legyen. Beszélni fogunk ezekkel az emberekkel. Egytől egyet, hogy gondolsz minden. És itt az én beadványom. Ezt az benyomom a rohadt életbe! Nagyon jó fogalmazvány, ügyvédet fogadott? Nincs rá szüksége, ismerem én a bíróságát. Meggyűlt már velünk a baja, ugye? Mindig panaszos volt. Engem is beköpött, mert ráléptem a büdös lábára. A lábára? Panaszos, 33-as. Ön képes volt beperelni, mert nem adtál a gyógyszert. Az jó volt, hogy jó! Ennyi semmi köze nem mondta. Jól látom. Most Thomas Putnam urat panaszolja be. Nincs. Mi van? Engem? Hogy őt? Súlyosan tárítja, nagyon súlyosan. Hogy Katie Putnam az apja parancsára vádolt a boszorkánságban a maga feleségét, Rebeka Nurse, és másokat. A rakéletbe, Thomas! Hallom! Thomas Putnam meg. A megvádolt a földjére másik a foga. Miért nincs is már van nekik elején? Ez hazugság! Ez hazugság! Ez egy szemétem! Mi? Hogy merészen ilyet mondani az én uramra? Mi?
pénze, hogy fölvásárolja a gazdátlan... Megöljön! Milyen a haszt ezeknek? Bizonyítsa be! Bizonyítsa be! Hallgutsa! Csak ugyan bizonyítani a kell. Hát nem a kezét őrzsőnek jelentette valakinek, hogy a lánya most a legjobb hölgyekhez juttatja hozzá. Nem! Én ilyet sohasem nem mondtam! Ezt maga kitől hallotta? Szóval hihető embertől. Ki volt az? Áram elé! Biztos valami kocsva tőtelék, olyan, mint maga. Nem mondhatom meg. Bizalmasan közölte. Ilyen bizalmasságokat hízik az ördög. Elég embert rántottunk már bajba. Akkor ne tartóztatjuk rágalmazásért. Hát. Mi a neve? Egyszer kimondtam a feleségem nevét. És ki tudja, meddig kell élni miatt a fogra. Nem paszkázzad itt a bírósággal! Nem mondok semmilyen nevet. Maga akarta Charles Corey letartóztatni. Örök lesz is. Most mondják meg! Charles Corey! Látom én nem Nos, proktor! Még mindig úgy gondolja, hogy vizsgáljuk, amit Mary Warren állít? Majd én, bíró. Szóval? Kegyelmes uram, nem minden szemet adnék fölött, hogy már az egész környék rettek ettől a bíróságtól. Mi is olyan? Talán a tiszteletes úr is megvédülne, hogyha véletlenül papkató rakhatnánk? Én csak Isten félem, de a fasz! Azt félít, aki összeszólt a gonosz! Egyetlen igaz embernek sem kell rettegnie tőlük! Csak proktor maga talán fél a bíróságtól? Én csak a lelki nyugalmamat féltem. Nem szabad mondani sem. Azt teszem, ami helyes. Minden kérdésének elégbe állunk. Igaz, Mér? Igen, majd próbálom. Tessék, ez itt Méri vallomás, a írásban is foglalhatunk. Ez a lány gondolja meg. Még pár nappal ezelőtt is közte volt azoknak, akik a bíróság kezére játszanak ártatlanokat, és most kész megesküdni. Kegyelmes uram, ez az ügy lényegét érinti. Azt hiszi, hogy ezt én nem tudom? Én magam is aláírtam 72 halálos ítéletet. De nem lehetem a lelkemre egyetlen ember pusztulását sem, ha csak. A legkisebb kétség fél a bűnösségére. Tiszteletes úr! Miféle kicsikítőségez? Csak nem mondja kétségbe, hogy mi az igazságot szolgáltunk! Nézze, tiszteletes úr! Én már jó ideje képviselem a törvényt, de ezeknek az embereknek a védelmét el nem vállalnám. Egy közönséges bűnügyben ugyanis tanúkat hívhatunk, hogy bizonyítsák a vádlott vétkét vagy ártatlanságát. De ki tanúskodhat a sátán láthatatlan cselszövéséről? Na ki? Na, ki? Boszorkányokon nem várhatjuk el, hogy önmaguk ellen valljanak. Tehát csak is az áldozatok tanúskodhatnak, márpedig ezek a leánygyermekek, ezek az áldozatuk önszántukból tanúskodtak. Csak hogy ez a lány éppen azt állítja, hogy mindannyian hazudtak. Kormányzó helyettes úr, követelem, hogy az... Ugye tisztázzam, nem látja? Akkor tehát, kormányzó helyet csak meg nem mondja! Mi van? Mi van? Erik! Vezesse csak ide azokat a leánygyermeket! Uram! Mi volt? Nem készítettesek gyere a vallás? Nem, uram! Nem proktor utantottak? Nem, uram! Mit jönnek, főbíró? Isten ellen való bűn! Nem hallom hangosabban? Igen! Azért mondom. Méri úrán azt állítja, hogy sohasem látott szellemeket, és hogy ti sem láthatok soha! Meg lehet, hogy a barátnétok Árpádban a sátához,
hogy zavar keltsen a törvényszék munkájának, ha ez így történt, ő az életével fizetezik. De ha igazat szólt, akkor nektek kell bevallani, hogy félrevezettétek a bíróságot? A töredelmes beismerés az enyhíti a büntetésnek. Nos, igazat szólt-e, Méri? Hazudok! Méri Warren! Még most is feltartod azt, amit állítottál. Igen, uram. Abigail Williams, Méri szerint itt áll a vallomásában. Te láttad, amint egy bábút készít az asszonyának, majd munkája végeztével beleszúrta a tűzsiga? Én nem láttam nála semmiféle bábút. De ez azt állítja, hogy Proktorné életére törtél, amikor azzal vádoltad, hogy tűt döpött a hasadban. Hazugság. Igen. Hazugság. Maga is. Igen, miért így mondta ezt, hogy erdő maga nem egyik, hanem maga... Gyermek, te gyermek, ez már! Szűrből rá! Mi a különbség? Miért? Mesélj csak el, hogyan rászoltatok az erdőben? Amióta betettem a lábam ebbe a faluba, ez az ember csak mocska legyen! És mi szeretett, miféle táncról lássad? Eddig én elvitt a lányokat a tisztásra, és ott pucéra ott táncoltak! Ilyen gyermek ez a gyermek! Ez nem igaz, hazudsz! Igen, igaz, nem voltak pucéra? Hát a lisztiszteletes rajta kapta őket, amikor ide érkeztem, egyből bevonta. Na és most a nagyja? Ja, de hogy? Hogy táncoltak? A tiszteletes úr, engedélyezi a táncot! Ennek az ügynek semmi köze nincs a dolog lényegében. Semmi? Sem szabad! Tessék! Mary Warren! Azt állítod, hogy sohasem nem lesz ellened igaz. Mégis elájultál, amikor azt mondtátok, hogy megkísértettek titeket. Hogy lehetséges? Szín lehetem, uram! De! El is állottál. És olyan hideg lett a tested, nagyszerű komédiások! Akkor? Tessék! Most is el tudtál játszani ezt a komédiát. Most? Most ugye nincsenek ártó szellemek ebben a teremben. Bizonyíts be, hogy csak színnel is volt az egész test. Álljuljak el! Csak rajta! Álljulj el! Ha tudsz! Ezzel a kérdéssel megszégyenít. Tehát
nem csak a féle kárházat játszott vele. De... Lány azt hitte, majd együtt táncolunk a feleségem sírján. És most úgy áll bosszút, ahogyan szalják szoktak. Uram, most pedig a sors. Abigail Williams. Igazat mondott te, John Proctor.
Felej! Igen, bátor, felej. Én vására vittem a becsületem, hinniük kell nekem! Nos! Hogy nézzek rám! Nem tudom, hogy így nézzek rám! Lányom, csak lassra vagy, csak lassra! Igen, felmegyek innen! Én szintudom, hogy itt mindenki a sátán! Itt maradsz, ha te nem felezd, majd felelvász! Úgy van! Vezessék ide, Elizabeth Proctor! Nem? Most meglátjuk, micsoda mocsá lesz! Ide figyelj, Proctor maga azt állította, hogy a felesége őszintelte! Igen, életében egyetlen hazugszoltam, hogy tel az anyja. Amikor ezt a lány kidobta a házukból, tudta a feleség, hogy maguk kette hányadánál? Tudta, igen, tudta, hogy? Edgar Williams, ha most proktorné kimondja, hogy szajhaságért verti a házatot, Isten legyen hozzá irgalmas. Uram, itt vagyunk. Fordítson a kártat, és egy szót sem megértették? De most miért? Sivel, igen. Jegyezz, amit a falon mond. Szóra, szóra. Szóra, szóra. Abba is proktor, álljon oda. Nincs a hátad, és egy szót sem. Hozza be! Álljon oda, proktorné. Álljon meg ott. Fordulj felém. És csak rám nézzen, megértette? Tudomásunkra jutott, hogy néhány hónapja elküldte a házuknál szolgáló Abigail Williams-t. Ide nézzen! Ne a férjére! Így volt, uram. Miért küldte el? A szememben nézzen! Elégedetlen volt a baj. Anyagod? Lusta vagy valami más volt a baj? Ne másnak állja a választ, magától is tudjék! Forduljon meg, Proctor! Valójában semmi? Akkor én gyengélkedtem. Tehát nem esett a férje a parázdaság bűnébe? Feleljen! Megcsalta magát Emily Williams-el! Vagy nem! Nem hallom hangosabban? Nem. Elvezették. Mi van?
osztas el róluk a gonosz szellemet! Nem bírom, uram! Zsanyi, uram! Hagyjátok abba! Nem értitek! Nem értitek! Hagyjátok már a hagyjátok már a az Isten szerepére! Hagyjátok! Téged csak szállj szembe a gonosszal! Hogy hihetek ezeknek? Hagyj meg valaszt minden, hogy a gyere kapsz! Ez az egész csak csalás. Égre kiáltó csalás. Oh!
Most erre nincs idő. Egy nap a világ, szórakozzunk. El kell vigyelek innen titeket. Nem akarok meghalni, kegyelem. Ne öldözték. Kegyelmezzenek. Mi vallottunk. Kegyelem. Mi vallottunk. Kegyelem. Mi vallottunk. Nem, azt meg nem halltok meg, szükség van a helyre. Valamit hoznak? Valaki jön. Jön. Ő felsége jön. Ő felsége. Miféle ő felsége? Miféle ő felsége? A kormányzó helyettes várják. Ki? Delfort kormányzó helyettes főbíró urat. És Horsör bíró urat is. Azt hittem, hogy Sátán ő felsége jött elő, hogy is kiszabadult. Mit adványz? Nem sokára itt leszértünk tollasan, szárnyasan. És hát az aztán ugye mi? Mi eredmény, mint két barát a villegető. Itt mindenki repül. Nagyszerű átváltozás lesz. Nem jössz velünk? Hadd pálinkát, velünk jöhetsz. Ti mindannyian elrepültök. Ki így, ki úgy. De én... A talpunkat csúgatja a szél. Én itt fogok megrohatni. Én azt hiszem, elszöktek.
miből gondolja? Miből? Hogy miből? Onnan, hogy a pénzem is eltűnt. Kirapottak. Ez csak ugyan szarít, tiszteletes. Itt állok kifaszva. Ostoba ember maga, tiszteletes. Csak nem engem hibáztat, bíró úr. Eddig ezzel megvan a magához való eszek bizonyára érezte, hogy én a lábam alatt a talaj. Hogy kinyomoztatom, hogy hova tűnt, csak mondjon már. Állít majd minden megtörténhet. Amióta híre ment az Endoveri esetnek. De a bíróságot szélnek ezt. Csak fölfüggesztették a tevét. És majd rendül ezt. Nagyon remélem, bíró úr. Nagyon remélem. Én félek. Nagyon félek. Nyugtalan a nép. Szedje össze magát, tiszteletes. Mert a lábamat csak előtt kitenni. Sírva ne fakadjon itt nekünk. Én azt hiszem, hogy meg kellene együttesen vizsgálni. Rök a kérdést. Mit akar? Kellene még egy kis idő. Halasz fel a tűnézést. A kormányzó helyettes úr csak egy kis időre nagyon kérem. Semmi okuk. Remélem, úr. Hél, tiszteletes úr. Isten hozta. Csak a nem a lelkek megmentésünk. Kegyelmezzenek nekik, mert ezek megváltoznak. Úgysem. És ezt mégis hogy gondoltad, tiszteletes úr? Ugyanazért a bunt bűnért másokat felakasztattunk, és most ezeknek adjunk kegyelmet? Senki nem fogja a szemére vetni a irgalmat gyakorolt. 92-t már felakasztottak. Újabb hétnek hirdették ki a nevét. A falu várja, hogy malajnalba hurok, kerüljön a nyakukra. A falu! A falu! A termés lábor rohad meg. A kivégzettek árvái házról házra koldulnak, és senki nem tudja, hogy mikor kerül kötélre. Ez zajha sikoltozása miatt! Gyászok a nyelvére! Egyáltalán minek maga ide vissza? Azért, hogy segítsek az ördögnek! Hogy hamis útra térítsek igaz embereket. Az ő vérük az én fejemre is vissza. A maga fejére, tiszteletes úr? És ne talán úgy gondolta, hogy az én fejemre is? Én 10 000 ember halálos ítéletét is aláírnám, ha ellenszegültek a törvénynek. A törvénynek? A törvénynek? Milyen törvénynek? A bíróság szava. Most Isten szava, tiszteletes úr, nem engedhetjük meg, hogy az úr habozva szóljon általunk. Egyetlen kegyelmi kérvényt sem fogadhatunk be. Ha megtennénk, úgy látszana, hogy meginom. Látsza! Hát persze! Látsza! Hát micsoda hiúság ez! Kollégák! Mindjárt fel kell a nap! Ahogy nem akadályozhatom meg, a nap felkeltén, ugyanúgy az se, hogy beteljesedjen a büntetés. Kormányzó, akiket eddig, szóval azok másképp, csavarok is Ákosok, de ezek tiszteletre méltó, közmegbecsült személyek. Ez igaz. Én attól tartok, hogy baj ez, egyes. Nagyon nagy baj, de ha a tiszteletes úr csak az egyiküket ráveszik, hogy vallja bevét, hogy a nép nem kételkedett a többiek ügyességében, senkinek nem érte. Akkor nem fordulatnak el. Értse úgy, ahogy akarja. A lényeg az, hogy minket ne vonnassanak kérdőre. Végül is a vizsgálat. Ja, Istenem, vizsgálat! Azt, csak azt. Vizsgálat, azt. Tiszteletes úr, kit lehetne még az igaz útra téríteni magam, is küzdeni fogok a lelkéért, ami megvan. Hát a viragatik, rövidazít. Nem érti, miről beszélünk. Hél. Senki nem akar vallomást tenni. Mindegyikkel beszélt! John Proctorral. Proctor! Proctor! De ő senkihez nem akar szólni. Senki nem. Ha összeegyelnénk a feleségét... Azóta se találkoztak, ha lányi meglágyulna a szívét. Nem tudom. Lehet fordozom. Vezessék ide Elizabeth Proctor! Harry! Elizabeth Proctor! Mit akar? Tiszteletes! Tessék! Vessel a poékes szólásra! Senki nem okozta! Mi nem tettünk meg mindent a lelki üdvösségükért! Ez
ura ma. Üdvözlöm, proktorni asszony! Hogy szolgál az egészségünk? Köszönöm. Ne féljen tőlünk. Nem félek. Bárhol, asszony. Tudja, hogy ma hajnalba kivégzik az urát? Tudom, igen. Ha jöjjön, rosszak. Üljön le oda! Bocsánat. Segítsen megmenteni az életét. Nekem már semmi közöm ehhez a jósághoz, Elizabeth. Kérem, hallgasson meg. Hallgatom meg. Nos, én úgy jöttem ebbe a faluba, mint vőlegény a mennyasszonyához. Igaz, hitt el, hogy... Igaz, hitt el, hogy a tiszta vallást hozom, de ez a hit vért fakasztó. Elizabeth, a proktor meg, hogy én is a gyilkosa leszek. Értem. Az élet Isten legdrágább ajándéka. Menj, igen, menj! Élet Isten legdrágább ajándéka, és senkinek nincs joga elvenni, még a legdicsőbb elvek nevében sem. Elizabeth, kérem, bírja rá az urát, hogy bűnösnek tolja magát. Mintha magát az töltödött hallanak. Bírja rá erre a hazugságra, tudom, hogy hazugság, de hát ne dobja el az életét merő büszkeségből. Nem, tiszteletes úr, nem hazugság az, amit tőle várnak. De igen az, hát mindannyian ártatlanul volt, tiszteletes... ez nem lehet Isten akarata. Fővíró úr, ha senkire nem hallgat, proktor talán a feleségére mégis. Nos, ennek az asszonynak kőből van az ne! Yeah.
Giles-kor. Nem hallott. Giles-nek. Fölakasztott. Nem akasztott. Aki nem mond semmilyen sem lenne, azt nem akasztott. Igaz.
Na, mire jutottam? Én élni akarok. Áldogség az úr neve! Az életemet akarom! Így lesz jó! Akkor tehet hallani fog? Igen. Hozzák itt a többéltétet! Gyorsan, Harry! Lássák, mint hogy a fél vissza az igazult a csoprokkal. Kell ez? Igen. Egyez, amit mond. Szóval nem, mert már elégedjenek meg a szabadon. Ne akadikus! Most csak gyújtsuk el önnél, Proktor! Kezdhetjük akkor végén! Elemi John Proktor! Kötötte szövetséget a sátánnak! Kötöttem, igen. Nem szabad, John! Hallgasson csak, remek a nőt! Hallgasson csak! Nem akar maga is vele együtt hallomást tenni? Isten irgalmazzon a tőle! Azt kérdeztem, akarja maga is hallani? Nem, fiam! John Proktor! Látta remek a nőt az ördög társaságán által? Hát párt akkor itt látta? Nem láttam. Nem számít, John. Egyáltalán látott maga valakit az ördög társaságában? Nem, nem láttam. Na, ne. Nem, uraim! Ilyen üzletre én nem vagyok kapva! Roncsok üzletes úr, kérem! Nem, nem! Roncsokat bevallották, hogy látták ezt az asszonyt, amit a sátán szolgálja. Magának is látnia kell. Akkor mire kell újabb bizonyság? Én nem ocskanom be senkinek a nevét. De figyelj, John Proctor! Még egyszer utoljára megkérdezem, van-e tudomása arról, hogy ez én az asszony? Én csak magamról van. Kegyelmes uram, kegyelmes uram! Elégedje meg ennyivel, nem kevés az, ha maga John Proctor tesz vallomást. Jó név akar tudni, nagy a becsület. Csak írja alá. Akkor tehát... Írja alá. Kiszögezzük a templom kapujára. Mire vár? Mire nem akarja alá írni? Ugye? Annál több, hogy sem odavessem a kutyák koncának.
kőj, amely lehúzatják a mocsát. Ne félj! Együtt leszünk fogják. Bitóra velük! Az egész vanulásra! Látni fogja. Isten bocsássa meg bűneink. Még ezt a szűk meg a fél. Ah.